Na hello, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik, komment reagáló videó és vlog. A legelőjén mindig a különböző sorozatok és vlog jellegű hát ilyen infomorzsák lesznek így a terítéken, utána meg a komment szekcióra térünk rá, mert úgy gondolom, hogy inkább a közérdekű információk a szélesebb réteget érdekel. Ezt el is rakom addig ide, és akkor megbeszéljük a különböző sorozatokat, amik mennek így a satornán, ugye. Farming Simulator 22 100 éve a mezőgazdaságba tök jó, szerintem tök jól megy, már 1924-et írunk, Rövidesen ugye beérünk majd a 30-as, 40-es évekbe, ott egyre modernabb gépek és traktorok fognak megjelenni, begyorsul egy kicsit a gazdaság. Tudom, hogy néhányatoknak ez a, ez a retro feeling, ez a nagyon retro 1920-as évekhez egy kicsit azért annyira nem adja, de nyugi nem sokára el fogunk érni a modern korszakba is. Ott is rengeteg időt fogunk eltölteni, viszont ö, szerintem szeretném kielvezni mindenképpen ezt a nagyon retro ö, életérzést is, amit a Kezdeti mezőgazdasági problémák így felvetnek, és azokat így megpróbáljuk megoldani. My Summer Car, mm, pont hiányoltátok egyébként a napokban már. My Summer Car lehet, hogy újra fogom kezdeni, és kicsit más más stílusban, lehet, hogy be fogok rakni néhány modot. Eddig egész az egész mentést, megint ugye, megint ott vagyunk a. Isten hátra mögött tudjátok a szeméttelepen, aminek semmi értelme nem volt oda bevenni. Még inkább összeszedettnek kellene lenni. Egyébként van egy csomó mód, amit lehet, hogy fogok használni. Hogyha esetleg tudtok olyan módot, amit érdemes lenne használni, azt megköszönném, ha leírnátok, vagy nem is kell linkelni, leírtjátok aztán, akkor én azt meg fogom keresni, hogy mit érdemes így berakni. My Garage, my garage az, az megy, azt imádom egyébként nagyon. Rövidesen kész a Lada. Utána ö, egyébként egy Nivát fogok csinálni egyik nézőm, néző, páros mondjuk úgy, mert azt hiszem, hogy egy, egy, egy fiú és egy lány, egy pár nézik a részeket, és ők javasolták, hogy legyen Niva, én meg arra gondoltam, hogy akkor legyen Niva, de viszont ilyen tipikus, ilyen samogybabodos, tudjátok, amikor így le van csupaszítva egy terepjáró, Suzuki szamurájokat, meg Nissan Patrolokat szoktak így megcsinálni, és ugye rohadt nagy kerekek vannak rajta, meg, meg, le van teljesen csupaszítva, bele van ragva egy iszonyat nagy motor, egyébként egy V8-as, vagy pedig egy dízelt raknék bele. Nagyon sokan rakják ugye a dízeleket ezekbe, a, ezekbe az offroad gépekbe, de kipróbálnám azért a V8 kompresszorral egy ladani vált, az nem lenne rossz. Ú, Redder, azt egyébként félek tőle, mert nagyon nem Hát, van, aki nézi, de azért nem egy, nem egy nagy nézettsége van, viszont én nagyon szeretem azt a játékot, meg nagyon kíváncsi vagyok így a, a végigjátszásra. És most egy kicsit itt le van csupaszítva, tehát nincs itt minden parancsikon. az. Azok vannak itt, hogyha bekapcsolom a gépet, akkor lássam, hogy végül is mik azok, amik mennek. A My Village Live-ot fogjuk csinálni tovább természetesen, mert azért ott még rengeteg content van. Hát ott abból egy hetenként egy videóra számíthatok szerintem. A többiek azok jobban pörögnek, főleg a farming szimulátor. A My Summer car vissza kellene térni ugye. E igen. E közben én leszettem a Snowrunner-t. Régebben nekem ez nem ment maxon a régi e konfiguman, és ez tök idegesített és emiatt így soha nem értem a végére, mert tök szavaró, hogy állandóan azzal szenvedsz, hogy próbálod beállítani úgy a grafikát, hogy valahogy ki is nézzen a játék, meg még ráadásul úgy fusson is, és azért akármilyen játék a Szerintem manapság azért egy 60 FPS-t jó, hogyha elér, mert különben egyszerűen zavaró, tök durva, régebben nem volt ilyen igényünk, ugye, emlékszem rá, hogy örültünk neki, a 30-ba ment, nem is, nem is, volt, nem is, talán nem is volt az, hogy 30 FPS fölött játszottuk, most meg egyszerűen tök zavaró volt, hogy ha nem ment 60 meg ráadásul folyamatosan állítgatni kellett a grafikát, hogy jó, normálisan fusson, de akkor is ugye bereceget, mert mindig a határa mozogta. És most a leszettem, és nagyon szívesen végigjátszanám, de addig nem akartam elindítani még ezt a videót, meg nem csinálom, mert meg akarom kérdezni a véleményeteket, hogy az végig toljuk-e. Hát ilyen nagyon pragmatikusan, nagyon progresszív módon akarnám végigcsinálni, tovább nem tökölünk, mert ismerik a játékot most már, szóval nem az van, hogy ah, rácsodálkozunk mindenre, hanem így, így azért, azért értitek, hogy na, tudjátok így jó végig darálni az egészet. van hozzá magyarosítás, tök frankó, nagyon tetszik nekem ez a játék egyébként. Soha nem toltuk végig, pedig a csatornába, csatornának, ugye ennek a csatornának a múltjába a szerves része volt az ilyen Spin Tires, meg uh, meg ilyen stílusú játékok iszonyatosan sok készült belőle. Arra gondoltam, hogy ilyen Snowrunner végigjátszás lehetne, és akkor utána lehetne Model Snow részeket csinálni, rengeteg autó mód, rengeteg map mód van, és akkor így lehetne folyamatosan tolni, úgy mint régen ugye a Model Spin tires sorozat, ami gyakorlatilag a csatornának tény, annyira a szerves részét is magját képezte, hogy konkrétan nem volt olyan live, vagy nem volt olyan videó, ami alá nem lett volna odaírva, hogy mikor lesz Spin tires, ez konkrétan így, ö, hogy mondja, ilyen, ilyen, ilyen Ilyen, szinte ilyen mém jellegű volt a csatornán, hogy mikor ez spin tires mindenki már azért is írta, mert hogy tudták, hogy, hogy ezt, ezt így mindig kérdezni kell. Na, szó, szóval akkor ennyi itt kapásból. Hú, gyerekek, akkor még mi az, amiről akarnánk itt beszélni? Igen, a kommentekről, jó? Srácok, eszembe jut majd később, még lehet a csatorna jövőjével kapcsolatos dolgok. Igen, igen, többen kérdeztétek, hogy azt elmondok egy-két kommentre, így valószolok most így az elején, amit emlékszem rá. Többen kérdeztétek, milyen járműt fogunk venni, milyenre gyűjtök, hogy, amiből majd egy ilyen nagyon brutál garázsorozat lesz, egy retro járművet legalább 40-50 éveset fogok venni, arra lehet készülni. Nagyon nem akarom elmondani, hogy még mi lesz az, de szerintem imádni fogjátok, aki, aki itt van ezen a csatornán, azt tudja, hogy sejtheti, hogy mi lesz az a jármű, de tényleg nem akarok még így, így belemenni. Fú, én is nagyon én megtanultam, hogy ne nagyon lovajon bele magam dolgokba, mert mindig akkor az van, hogy nagyon könnyen csalódik az ember. Viszont ezt nagyon kitartóan már fél éve gyűjtögetek erre, hogy ezt a projektet meg tudjam csinálni. Most a héten lett kipakolva a garázs, ki lesz festve a garázs, lesz a, a mennyezetre egy ilyen álcahálót tervezek, meg lesz csinálva, hogy ilyen ö, nagy molinók, meg ilyen nagy zászlók lesznek. Gyakorlatilag egy ilyen videózási helyszínt ö, fogok kialakítani, addig, amíg azt a járművet meg nem csináljuk, és meg nem szerezzük, és utána elkezdünk szerelni rajt, meg mindenféle garázs ö, részt csinálni. Szerintem nagyon fogjátok kívánni, Nagyon retro jármű lesz a ö, csatorna... Ö, így ben nagyon bele fog passzolni. Oké, okay, hát más nem jut eszembe, majd közben majd lesz, ami valószínűleg, hogy eszembe jut. Menjünk végig! Bokor Bernát! Félreolvastad a nevem, de Jugi nem, te vagy az első, mert ő volt az, aki mondta, hogy ő lány. Oké. Okay. MGTS Zalai! Apám azt szokta mondani, hogy az ifát bosszúból csinálták. Hát szerintem a csávó is bosszúból csinált a My Summer -kát. Egyébként komolyan, nagyon durva azt a játékot. Valahogy a maga a hangulat miatt nagyon lehet szeretni, mert olyan nem tudom, van benne egy ilyen retro hangulat, ugye egy ilyen indi hangulat, meg ráadásul tök jó dolgok vannak benne, viszont maga a, a, így érződik rajt, hogy a készítő a szándékosan nem akarta megkönnyíteni a, a, az embereknek, a, dolg, a játékosoknak a dolgát, hanem így megnehezítette. Na, Hunor Horváth ha már carbon kárban a szélvédő kiesik, és nincs rajta bukós is, akkor a bogál bele tud repülni a szemedbe, és meghalsz. Azért az, na például ilyenekre beszélek be azre. Hát most ne arra úgy a valóságba. azért, azért nem tudom. Mondjuk lehet, hogy csak úgy gondolja a Hunor, hogy megvakulunk egy időre, vagy valami ilyesmi. Ó! Oh! <laughs> Igen, Marcel írta, én adnám azt, hogyha videósok kitalálós dolgot, érdekes lenne megnézni, hogy kiket ismersz. Ja, ne szállj, az, az, az volt, nem akarok rákattintani most itt a timeline linkre, viszont, basz, ez nagyon kellemetlen, hogyha nem tudtam, hogy ő volt, bocs. Ja, nem nagyon nézek egyébként videósokat, nagyon ritkán. lali nézem most, Lali Games nézetek rá, imádom egyébként, az pont volt is kérdés róla, de őt imádom, nagyon szeretem. Andor fazek a sírta, hogy körbe úgy ugye folyamatosan. Hát ez egy őrület, hogy gyerek, Meg ráadásul az, hogy feldöntötte My, my Village-be a, a, a kocsit állandóan. Máté, lesz még másko... másokhoz mentem játszani rész? Igen, valószínűleg e, lesz. Egyébként pont múltkor né néztem egy, egy magyar... Magyar-magyar e, srácot, aki videózik, vagyis nem is videózik, hanem streamel farming szimulátorba, Uh, még, még donételtem neki is, mert lát, látszik rajta, hogy a srác az ilyen nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon eltökélt. Uh, nézegettem, néztem is, hogy végig mit csinál, nagyon eltökélt és nagyon türelmes, nagyon sok emberrel játszik egyszerre, multiba játszanak, streambe, meg még ráadásul meglátszik, hogy a setupját is úgy építette fel, a kamerákat is úgy építette fel, hogy egy tök eltökélt streamen és nem csak az, hogy leülök aztán ö, saját szórakoztatásomra csinálom, hanem hanem tényleg vannak vannak ambíciói, és azért soha nem szoktam itt donétálni, ö, donétáltam neki, de minimál összeget, csak az, hogy jelképesen, hogy megmut, a, a, ezzel akartam kifejezni, hogy, hogy igen, a, ez igen, ez nagyon jó. Őt egyébként gondoltam, hogy megtréfálom, a, ismer, mert amikor donétáltam, akkor mondta, hogy úh, uh, hát a keeper a rajta nőtt fel, mindenki szinte a... Ré, az én, a, a az FS15 videóin, aztán igen, na, öt lehet, hogy megtréfáljuk, meg lehet, hogy azt fogom csinálni inkább, hogyha nézek streameket kisebb videósoktól, főleg farming szimulátorban, hogy gyorsan leszedem a modokat, remélem nem sok modjuk lesz, és akkor be trollkodok hozzájuk, és akkor így együtt egyszerre reklám is lesz nekik, meg egyszerre talán egy kis meglepetés is. Nem mint hogyha egy nagy hatalmas név lennék én így a videózás terén, meg tényleg ilyen underground, de viszont ebben a farming szimulát szekcióban szekcióba, talán azért egy egyel ismertebb vagyok, mint hogyha nem lennék egyre ismert, hogy mondjam, de, de ez tényleg ez nem, nem az, hogy ilyen nagy képviségből mondom, hanem azt, azt, tudom, hogy rengeteg, 10 éve videózok, rengeteg farming szimulátor volt. jó, gyerekek, pont azon gondolkoztam, kellene csinálnom ilyen videót a, a reakció az első farming szimulátor videómhoz, hát gyerekek, az nagyon-nagyon belenéztem, én annyira hülye vagyok. Meg az első Spin az videómhoz, meg az első videó, mert hát ezek olyanok halljátok, hogy szörnyű, szörnyű. Tíz évvel ezelőtt én annyira ö, ilyen visszafogott voltam, meg annyira ilyen nem mertem, nem mertem kommunikálni ennyire nyíltan, és így, 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 így be, hogy sziasztok, sziasztok, Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Én most szeretnék megmutatni nektek egy videót, de ez, ez egyáltalán nem túlzás, nem még nem is adja vissza annyira, hogy mennyire durván uh, csinálom ezt. Igen, jó, oké, Máténak válaszoltunk. MTZ 50-90, milyen oldalról szeded le a dolgokat? Hát gondolom az útorentes dologra uh, vagy kíváncsi. Hát rengeteg uh, torrent oldal van, ez, nagyon nem akarok ennek reklámot csinálni, ugye elmondtam, hogy igen, leszoktam szedni, amikor egy-egy videót csinálok, egy tesztet egy játékról, akkor nem azt csinálom, hogy Steam-en megveszem, azt utána visszatérítést kérek, mert kb. ugyanaz lenne, hanem akkor ö, leszedem de utána megveszem, megvettem gyakorlatilag minden játékom, ami ott van, a, amivel játszom, az, nekem eredetibe megvan. Igaz, hogy a, a rendelet azt úgy vettem meg, én hülye, mert g 2 arról -a szoktam vásárolni gyerekek játékokat, és hol vagyok? Itt van valami, Samul vagyok, valami, nem is tudom valami, milyen pénzdem van itt kin. Nem, nem, vettem észre, hogy egy ökuntor veszek, mert akartam, mert ugye a G2 olyan általában olcsóban megkapod a játékokat, egyébként érdemes ott vásárolni ilyen oldalakon, ahol ilyen Steam kulcsokat árulnak, és azt hittem, hogy Steam kulcs mert ott írták, hogy Steam, jó, na, nyomtam, megveszem, és akkor nézem, hogy a loginokat adja meg a, a, a srác nem szímkocsát, hanem Úristen, vettem egy kunot. Vettem egy ökuntot, amint csak ugye, izé az, van a, a mi ez? A redded. A többi az ugye, amiatt lehet ö, játszani vele, mert ugye, ö, f, hogy mondjam, így konkrétan ez valami kölcsönzésnél. Nem is tudom, hogy hogy van, mert nekem nem volt több. Kúntom, meg nem, nem, volt az, hogy ez lehet, hogy mint családtag lenné, tudod, hogy a másik ökuntal is. Tehát ez nem itt van megvéve, ez az egy van megvéve, így vettem meg. És ez csak 8 óra játékidő van benne, pedig állandóan ez a játszadék, csak annyi videózási dolog van. Na, egyébként ajánlom neked, hogy ö, milyen oldalról szedem, torrent oldalakról, rengeteg van, tényleg, vannak. Vannak ugye az Encore, meg a Bittor, egyiken sem vagyok felnéni, ilyen külföldi oldalakon szoktam nézelődni, de egyébként g 2 á. ezt megjegyzed, körülnézel, ott ilyen tökoncsont tudsz sokszor venni, nagyon ö, jó játékokat is, szóval most ö, ilyen 1000 meg 2000 forint szerintem az nem pénz egy játékért, főleg, hogy utána akkor mindig meg lesz, és nem kell vele vinkódnod, vesződnöd, hanem ott lesz a Steam könyvtáradban akár még 20 év múlva, vagy akár hány év múlva is, az szerintem egy tök jó dolog, és igazából egy ilyen 1 2000 forinton már, nem is tudom, a is talán valami 3000 forintért vettem meg ott, ugye. Igaz, hogy a kuntot vettem én hülye, de csak azért az én hülyeségem miatt, de mert nem olvastam el, hogy az ökunt vagy pedig vagy pedig Steam Coach. Szóval, ja, igazából 2000 forint a mai világban az körülbelül veszel egy csokit, meg egy energiaitalt, érted? Vagy két, két csokit, meg egy energiaitalt, viszont, hogyha veszel egy játékot, az megmarad mindig, és akkor utána tudsz vele multizni, mert ugye a törtökkel általában nem fogsz tudni multizni, egy csomó probléma van vele. Egyébként a rendelet is én úgy vettem meg, hogy először, amikor az első videót csináltam róla, vagy már két videót csináltam róla, akkor a tört verziót szedtem le, pedig tök új volt, meg minden, meg, 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 azt mondták, hogy jó, meg fú, így jó, úgy jó, mindig crashelt, így körülbelül fél óra, 40 perc után crashelt, ilyen random, és nem a miatt, nem a gép miatt, hanem amiatt, mert ugye nem voltak az új pecsek fenn, és azok nem is lesznek fenn az új pecsek egy, egy tört ö, játékhoz természetesen, meg nem tudsz használni egy csomó mindent, nem tudtam használni normális magyarosítást, utána megvettem, nem crashelt egyszer sem azóta, akkor addig meg nem tudom, két óra játékidő alatt háromszor vettem fel a részeket, mert mindig megállt, és akkor össze kellett vagnom, meg minden. Ö, nem érdemes. Én mindenkinek javaslom, hogy ha tudja, akkor vegye meg a játékokat. Nyilván nem ilyen AAA cím instant kijön 20 ezer forintért, nyilván én sem meg, mondjuk én nem az a mentalitású vagyok, hogy rá vagyok kattam a AAA címekre. Oké. Okay. Ez milyen flash írta, hogy mu-mon-bazu sorozat nem lesz? Szerintem jobb, le, jobb, mint az Hát alud Én azt sem tudom, mi az, de viszont most akkor ezt ezt, ezt, ezt ezt most nem keresek rá, de ezt ki fogom kopizni, és meg fogom nézni, és ígérem, hogy ki fogom próbálni, jó? Oké, okay, flash. Oké, okay. Dick, valaki írta, Thomas. Ja, Tomás, mi <laughs> a tökömnek változtatsz, képet, mindig, egyébként nem tudom beazonosítani, hogy képet, de jó, be tudom azonosítani, mert így mindig rájövök, na. Uh, Milhover írta, Pörökszpint majon farkán a Stanecli, nálunk a Győrmoson-Sopron megyében Stan... Stanicli papírnak hívjuk, azt a nájlon zacskót, amiben bevásárlóskor csak egy-két dolgot rakunk, például három darab zsemlét, egyébként nálatok is elterjedt, de szó, hogy Peci. Mi az a speci? Az nálunk a csoki ostját jelenti. Ja, és mit jelent az, hogy checkmat? Régebben sokat mondogattad, ezt már máshol leírtam, csak most sajna kimaradt a videóban. Checkmat, a checkmat az a izé, az a... Az ilyen izé, a, hogy mondjam, ilyen bokros, ágasbogas, a rész, a checkmate. Hát ez az, az egy alapvető dolog, a checkmat. Nem tudom, most azon gondolkozok, azok, hogy hogy tudnám jól megfogalmazni. Amikor bemész az erdőbe, és a checkmat bemész be, mert ugye van ilyen nagy ajnövényzet, az ó, nagyon rossz. Meg egyébként checkmatnek nevezzük az olyan dolgokat, és amikor le van vagdosva az ága a, a, fának, és akkor az így össze van dobálva, érted a checkmat. Nem is tudom, hogy nevezik. A bandi szokta mondani, hogy ő náluk a csepje, borsodba a, a cseppje, azt szokták mondani rá. Egyébként Györmoson, saprom megyéről jut eszembe, én is laktam ugye Györmoson Sopron megyébe, győrbe, Pinyéden, és engem ott azért szívattak mindig szarrá, mert azt mondtam a hűtőre, hogy hüttő. mert nálunk úgy mondják, hogy rövid Ü és kettő tével hüttő, úgyhogy, úgyhogy ja, vannak ilyenek. Az a durva, hogy ugye régebben volt, a basszus, most nem fog eszembe jutni, és nagy szégyen lesz. Volt egy másik videós zalai, Úúú, uh, bazzá Egyébként a névmemóriám a szörny, bocsássatok meg érte Abba hagytam már a videózást, ő is farmingozott meg, meg hasonlók, ő vele mindig kevertek, mert ilyen nagyon alaias uh, tájszólásom van nekem is, meg önnek is <laughs> Na, oké okay. Formio Fropex 353. A MySummer Card folytasd onnan, hogy kijössz a börtönből. Más kocsi módok bukosak szoktak lenni, illetve ha nem vágod a kocsi összerakást fejből, mi hogy a hányas csavar, akkor csak a szenvedés lenne. Igen, egyébként a kocsi módot nem szándékozok egyébként berakni, viszont van egy olyan mód például, hogy nem kell külön valami, valami segít a, a csavaroknál, hogy kiírja, hogy hányas csavar, az például szerintem egy tök jó dolog. Például ugye van ez a garázs, mágarázs, vagy uh, játék, az például, hogy mondjam, ott tök jó meg van csinálva, hogy francia kulcsal. Viola Bence, szalas Papi, na akkor kezdjünk bele. Ójjaj! Ójjaj! Azt... Azt mondod, nem tudsz hova tenni, bár sokat kommentelek, Hát még ismerősök is vagyunk Facebookon. Egyébként közben rájöttem, mutka kiraktál napodhoz valamit, aztán láttam. Hát, ugye ez a kép van ki, ha sejtem. Még, a nagyon régi, régi zenédet is sikerült előkeresnem a homályból. Nézd, néz csak meg. Aztán farming kérdés, én támogatom, hogy kicsit menj ilyen pihenővágányra. Az, e ja, az FS19 milliárdos, 1 milliárdos eurók ö, sorozat. Reddet kérdés, ha befejezed a sztorit, akkor van lehetőség, hogy csak császkáljam a Az nagyon jó. Egyébként pont most csináltam egy olyat, hogy mentettem, azt nem bírtam ki hogy végezzek vele. Egyéb sorozatok, Resident Evil 4 nagyon adnám, sőt, nagyon adnám a kis underground gémek mellett, lenne egy állandó tripla game, gém. game. Nagyjából ennyi. Más videók alatt úgyis még kommenterek. A szevasz, papi. Szia! <laughs> Egyébként, ja, gondolkoztam rajta, hogy tripla ét, de bevezetek minden egyes uh, az underground game gémek mellett, de lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy mindig kijönnek ám nagy nevek, amik így érdekelnek, csak aztán így segítem. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy figyelnem, hogy mi jön ki. <laughs> Na, igen. Na, meg ugye tudom is azért, mert azért elég sok helyre fel vagyok iratkozva, mármint úgy, hogy ilyen Uh, ahol tesztelnek és nézem az új nevek új címeket és azokból lehet, hogy kellene mindig egy ilyen tripla is is amik tetszenek természetesen például Starfield nekem nagyon bejön nem tudom, Elder Scroll játékokat nagyon szeretem uh, Falloutot, ugye Bethesda az biztos abban is azért alakított bár azt mondják, hogy eléggé sok bug van benne, meg eléggé optimalizálatlan, tehát egy -e fene, egye fene István írta, hogy hello, ha, szia. Ja, nagyon jó videó, köszönöm szépen, Írta egyszer is, köszi. Uh, szia, papi, ha még megvan az MZ, akkor csinálj róla egy videót. Én most egy Simpson S51 Endurot akarok venni, nagyon király videó, ja. Uh, nincs már meg, nincs már meg. Hú, S51 Endurot akarsz venni, hallod? Köszönöm a gatyád, vagy nem tudom, megvette-e már, majd... Uh... Rátszakadt a bank, iszonyú drága basszus, annyiba kerül, mint egy autó van. Persze, mondjuk sok minden annyiba kerül, mint egy autó. Tracker Bence, szia Keeper, még annó olyan 7-8-9 évesen nézgettelek FS15-ös új lakos videóidat, amiket mai napig nézek egyébként. És eszembe jutott egy olyan ötlet, amit leírtek, hogy egyszer talán egy FS15-17, akár Spin vagy Madraner, ez a 2KB ugyanaz a játék, vagy bármi régebbi játékról egy live. Akár ha multiplayer kompatibilis az adott játék, akkor multiplayerbe játszani egyszer nosztalgiá céljából. Szerintem faszagányos ötlet lenne. Egy próbált vélemény szerint mindenképp megérne. Egyébként lehetne ilyen, fú, ez jó ötlet. Meg főleg az, hogy tényleg fel lehetne levenni azokat a régi játékokat, spin Ezt Bár nem tudom, hogy milyen szemmel látnám ma. Bár én, hát nem tudom. Fene tudja, pont nézegettem így, nem is nézegettem, hanem belenéztem néhány ilyen régebbi filmbe, gyerekek. Vannak olyanok, amik így tök jól öregettek, de például vannak olyanok, amik szerintem mai szemmel az emberek azok nem tudnák megnézni. Mármint így azt mondanák, hogy ez egy ilyen rettenetes cím. Ez egyik ilyen az nem más, mint a Rambo 1. Múltkor belenéztem egy Rambo 1-be, valahol rá kattintottam, vagy elintult valahol, vagy nem tudom pontosan már, de hát ez a borzasztó, komolyan mondom. Az, ami ott vinkódik ott a, izé, a rendőrös, a erdőben, hogy futkorászik, fú gyerekek, a szörnyű, de viszont néztem a halálos fegyvereket, azok baromi jók, azok tök jók meg a Die Hard 3, az szerintem borzalmasan jó, megnéztem az egyet, kettőt, az, az egy is jó, a kettő nekem annyira nem jön mert a három, az annyira jó, és annyira durva, hogy nincs ember ez a písziség, ami most megy a világba, mert én értem, hogy, hogy, hogy ö, empatikusnak kell lenni mindenkivel, de ez a túlzott písziség, hogy már tényleg a, a hableánynak kell lennie, egy fekete színésznő kell, hogy játsza, meg a Rómeos Júliába Júliát akarják, vagy csinálják azt, hogy fekete lesz, meg mindenhova kell egy homoszexuális, meg minden. Én ezt értem, hogy ez tényleg, ez... ez, 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 ez. Elnézőnek kell lenni mindenkivel, meg, meg elfogadónak, meg szerintem az emberek nagy része elfogadó. Én tök, igen, például a, a az, hogyha valaki homoszexuális, engem egyáltalán nem zavar. Mármint így nyugodtan csinálhatja a dolgait, meg minden. Hát ez, ő is le, ő is, még nem az, hogy lehet, ő is, én el tudom róla feltételezni, hogy egy jó ember, vagy akár rosszba tartozó ember is, Biztos, hogy jó ember. Ugyanannyira lehet rossz is, vagy jó is. Meg egy homoszexuális ugyanannyira lehet jó. Ez nem fogja befolyásolni. Az, hogy például ő ő, egy lány lányokat szeret, vagy férfi, férfiakat, hát egy a fene, hát most én attól nekem miért rosszabb, vagy miért jobb és nem tudom sokan miért támadják -e őket na, de erre akartam kitérni, nézzek egy másik videóst, Alex Zink talán, ő nagyon jó megfogalmazta az utóbbi az utolsó videójában, hogy a, a szórakoztató ipar sajnos már nem arra törekedik, hogy szórakoztasson, pedig az ugye a, oda van írva benne nevében, hogy szórakoztató ipar, hanem ugye ilyen népnevelő kurzust akar tartani az embereknek, hogy ö, milyen ideológiák szerint kell, hogy éljenek, hát szerintem nem kell senkinek megmondani, hogy hogy kell élni, meg szerintem inkább egy ilyen kontraproduktív hatása van ennek az egésznek, hogyha folyamatosan megpróbálunk valakire, valakikre, meg mindenkire egy ráerőltetni egy bizonyos sémát, meg egy bizonyos viselkedési formát, mert az ö, lehet, hogy pont egy ilyen visz, viszolgást vált ki belőle a téma iránt. Mert inkább jobban elő a szeme elé toljuk, mint, ö, mint, amennyire valós a dolog. Értitek? Mert ö, szerintem így közlekedsz így a, a világba, ugyanúgy találkozol nyilván feketékkel, vagy éppen romákkal, vagy homoszexuálisan, de mégse annyira ö, markáns ez a dolog az életedbe, mint amennyire egy filmbe ö, próbálják ezt így beletuszakolni most már. Ja, és most ezt hogy jutottunk ide? Ezt most hogy jutottunk ide, bazza a gyerekek? <laughs> Ez nagyon durva, mert nem tudom, hogy hogy jutottunk ide. Hogy jutottunk ide. Ja, nem tudom, basszus. Hú, ez hogy sikerült, Hogy sikerült az alsó új lakos fs 15 ös részből ideig eljutni? Nem tudom visszafejteni most ezt a gondolatmenetet. Na mindegy. Ja, igen, hogy a, a régi Die -ok, főleg a három, az annyira nem PC gyerekek, a csávó kiáll ugye Brooklynba, egy táblával a nyakába, ugye Bruce Willis nyomozóként, McLean haddagyként, hogy utálom a ringereket, meg egész végén ilyen ningerezés, meg mindenféle megy, meg a, a, izékbe is a mi a francba, a háos fegyverekbe is buzizás, meg minden, de hát nem tudom, mindig példaként hozom fel, van egy ismerős, amit a faluban lakik egy srác, a roma származású, régebben szokta, most nagyon régen találkoztam vele úgy, de sok sétáltattam a sanyit, aztán ö, szokta mondani, ő még a sanyinak, amikor ment oda hozzá sanyi, hogy fog meg cigány, érted? Hát most ö, ő, ő roma származású, akkor én azt tök elfogadom, de attól még nem kell úgy csinálni, mint hogy nem lenne az, érted? Értitek? El kell fogadni, oké, okay. és azt el is fogadom, de nem kell úgy csinálni, hogy az ö, nem az, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ne, ne legyen az, hogy nem lehet definiálni így, hogy roma származású, értitek? Na, na jó, oké, okay. hagyjuk. A másik egyébként ez a, ez a tipikus, hogy a kövérekre nem mondhatod, hogy kövér, ezeket a soványra nem mondhatod, hogy soványra, nagy az orra, nem mondhatod, hogy nagy az orra, Hát basszus, az egy tényt megállapítok, hogy kövér vagy nagyozorra, hát gondolom ő is tudja magáról, az, hogyha viszont meg nem mondja neki senki, és rossz visszajelzéseket kapok a környezetéből, akkor meg konkrétan torzul az önképe, annak sincs szerintem sok értelme. De nagyon eltértük eztől a dologtól, bocsánat. MZ felújítás. Nem, nem, nem. Én nem pörgettem bele. <laughs> szerintem te voltál az egyetlen Attila egyébként. Köszi. Hello, horror játékkal nem nagyon játszottál. Nem nagyon játszottál, pedig megnéznélek még tőled egyet. Valami jó fosó, fosatósat. Figyelme, például kicsit újszerű content lenne, de csak egy ötlet. Ugye pont most játszottam egy horror játékkal, gondoljátok, nézzétek meg pár videóval. Uh visszatekertek a csatornámon, akkor így meg fogjátok találni. Egy magyar csaj készítette úgy azt a horror játékot, meg készíti folyamatosan, csak most lett kiadva az első public verzió, hogy semmilyen előmenetele nem volt így játékfejlesztés terén, szóval azt így gondolta ő, hogy oké, okay, kocka vagyok, akarok csinálni egy játékot, meg fogom tanulni a, az Unreal Engine-nek, azt hiszem, hogy Unreal Engine-nek a működését, és írok egy játékot, csinálok egyet, összerakom, egy, van egy ismerős egyébként, aki segít, neki ketten csinálják. Hát gyerekek, én nem is tudom, milyen félórás videó volt, nem, nem, most érdemes megnézni olyan szempontból az, ezt a videót, hogy én mennyire nem vagyok kompatibilis a horror játékokkal, mert én annyira tudok félni a horror játékoktól, hogy nem tudok velük játszani. És ezt halálkom komolyan mondom, hogy még egy ismerősömmel egyszer így Megígértette velem, hogy csak neki live voltam, streameltem e, a Alien Isolationt, t de hát akkor még ő is itt volt velem konkrétan, úgyhogy a chatbe, kette, tényleg neki, neki streameltem ilyen e, privátba, hogy próbáljam ki. Hát nem tudtam addig eljutni abban a játékba, hogy jöjjön az élén. Annyira fostam, hogy egyszerűen nem tudtam, pedig aztán mi kommunikáltam is azzal az ismerősemmel. Szóval, elég egész végig azon rögött, hogy mennyire fosok, egyszerűen nem tudok játszani horror Amikor próbáltam ennek a csajnak is a, a, ezt a public verzióját az új horrorjátékának, <laughs> rendesen rosszul voltam, szó szerint rosszul voltam, így, így egész végig az volt benne, ilyen görcsbe voltam, hogy mikor lesz vége, hogy mi, mert én úgy, fú, én úgy meg tudok ijedni, hogy az őrület, és nem megjátszottam meg, tényleg, én legszívesen eltakarnám a szemem, meg nem merek megfordulni, meg minden, fú, borzalmas. My Summer Car folytatódik szerintem a shitről. Igen, egyébként onnan folytatódott, de ugye megint belekeveredtük a szarba. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy Daniel, Szia! Mizu! Kipőpapa! Nézi a Loli Games csatornát? Legjobb csatorna gyerekek! Igen, ott van egyébként. Loli Games! Nézzetek rá! Ilyen, ha ilyen retro őrültek vagytok, ennyien tudom hasonlítani az Éjjeli Vakonthoz, hogyha azt szerettétek, de ugye ő a bajta akkor nézzetek rá Lali-ra. Nagy, Lali nagyon nagy arc, imádom, legjobb. Komolyan. Az összes videóját láttam vagy ötször, de most ez mindenféle túlzás nélkül, hogy mindig nézem és utálom, hogy nagyon ritkán rak ki videót, viszont tényleg a régi videói, rengeteg van neki, ő is tíz, tíz éve kezdte, baromi jó stílusa imádom. Mester ilyen mutat be minden játékot. Az edded Redemption, Red Dead Redemption, pedig szerintem a legrészletesebb játék, úgy, hogy a vadnyugat nem bonz annyira, mivel nincs benne semmilyen belső végési motorral szerelt jármű. Ehelyett inkább a részletekben mi érdekel egy ilyen játéknál. Borzalmasan jó, egyszerűen meg fú. Most csináltam róla egy ilyen, egy ilyen videót, amiben tényleg így össze-vissza kavarok, megyek minden fele. Mississippi környéke, ugye, igaz, hogy fik fiktív várossal, meg fiktív hogy nevezik, földrajzi nevekkel van, szóval nem, nem, nem ugyanaz van megcsinálva, gyakorlatilag rá, rá arra a mocsaras vidékre. Cs csoda jó, vagy nagyon jó. Kolom pár démo, folyamat visszanéztem a régi videókat, mindig vártalak vissza. Hát basszus, ennél <laughs> rendesen megható, vagy megható ez komolyan tőled. Nagyon durva ezt nem tudom, ezt, nem is tudom hova tenni ezt, komolyan, ez, gondolom csak trókodsz, nem? de minden jó, még akkor is, még akkor is. Donát írja, a ladás My Summer car az jó ötlet, csak normális minőségű mód legyen. Lehet írtam már valamikor, de még 2014-ben kezdtelek követni, 13 éves, és annyira jó, hogy a Keeper sem változik, és mindig visszatér. Néha feldob 9-10 éves videódat, amikre úgy emlékszem, mint a tegnap lett volna, gyorsan repül az idő. Egyébként, ja, az, az, mondjuk bennem van, hogy egy csomószor így random így abban hagytam, mert nem tudom, valami fölcsösszett általában, akkor valami felcseszett, elrontottam egy videót, vagy így húzamosabb ideig valami nem jött össze, vagy pedig nem tudom, ilyenek történtek, és akkor a franc nem csinálom, vagy pedig legutoljára, nem is tudom, ja, nem voltam olyan tök jó állapotban, az is hozzá tartozik. És akkor így abba hagyta. De aztán mindig így visszavonz, hogy tök jó, akármi, én nem tudom, Franz tudja. Igen. Pont Ferikével beszéltem erre, hát ez egy kicsit olyan, nem mondom, a vidám sztori, de ezt, ezt így most én elmondom ide ehhez, Donátnak a hozzászólásához, hogy ugye amikor elkezdtem videózni, akkor hát nagyon sokáig úgy csináltam, hogy nagyon kevesen néztek. Most is kevesen néznek, de teljesen tök mindegy, akkor is. Ö én nagyon örülök ennek az egésznek, és mindenképp olyan vonalon akarok mozogni, amit én szeretek csinálni, még hogyha az nem is olyan sok embernek tetszik, tehát ilyen underground, meg ilyen indie, meg minden szar. A... Ja, és amikor elkezdtem, akkor nem tudom, akkor is egy ilyen nagyon rossz időszakban voltam, akkor volt anyukám nagyon beteg, mármint ilyen nagyon-nagyon beteg, és... Elkezdtem videózni, és így nem tudom, volt valami, hogy kihozzon abból a depresszióból, amiben így benne voltam, azt így elterveztem, hogy ez tök jó, szeretek játszani, így tök jó, hogy elbesz, kibeszélem magamból a dolgokat, és minden nap akarok videót csinálni, így megfogadtam. Minden nap csinálok videót, nem nézte, senki nézte, három ember akkor is csináltam videót. Én tök jó szórakoztam, jöttek egy-ketten nézni, túlélő blog például ő az ötödik feliratkozó volt meg jöttek sorba mandi meg mindenki és akkor volt egy nap amikor meghalt édesanyám akkor is csináltam videót és akkor is töltöttem fel meg amikor volt a temetése akkor is, mert pont Ferike, Overom, régi videómat nézte vissza, és pont ráakadt egy arra, olyanra, arra, még tudtam, hogy azt akkor töltöttem fel, azt mondtam neki, hogy az akkor készült, meg akkor is lett feltöltve. Azt tudom, hogy temetésről hazajöttem, ugye, rokonok elmentek, aztán akkor így leültem, és akkor csináltam egy videót, akkor is, mert megfogadtam, és ez tök jó volt, ja. Mármint az nem az volt jó, hogy mi történt, hanem az volt jó, hogy akkor azért abba, arra az egy órára akkor is így valahogy mennyire ki tudtam kapcsolni. Ja, úgyhogy ja, jó, hogy ilyen is. Jó, ez nem volt vidám sztori, lehet, hogy nem is kellett volna elmondani. Bocsánat, hogyha nem volt annyira tényleg szórakoztató jellegű. Legjobb vagy, köszi, hogy szóltál a FS22 ingyenességre. Az, egyébként az ilyen videóknál, u -u -u, a legszívesebben így azt mondanám, osszátok mindenkinek, mert nagyon, hát így is megnézték, vagy 6000, ezeren, remélem, hogy nagyon sokat meg segített is, és legalább ezre le tudtátok tölteni. A, igen, azért raktam föl, ilyen próbálok figyelni, de egyébként lehet, hogy kellene egy olyan videósorozatot csinálnom, hogy éppen hol mi ingyenes, ugye epiken, vagy pedig bárhol máshol. Morölt FS15, hát egyelőre nem, nem tervezem az FS15-öt. Ilyen nosztalgiából lehet, hogy lesz majd, nem tudom pontosan. Soma 97, már itt megláttam a vigyorgó fejét. Egy, egy dolgot mondjál valamit meg, hogy te ilyen visszatérő néző vagy, vagy most kicsatlakoztál, rengeteget kommentel. És tök jó dolgokat, csak nem emlékszem, és valószínűleg hülye vagyok, mert lehet, hogy régi néző, csak megint váltott profilképet, mondjuk, hogy az emberek így felnőnek így mellettem, az én boomer mellett, aztán így nem csoda, hogy váltanak profilképet, nem az öt éves fejükből kérdem. Na, Big McCall 81-39 Ezeket, hogy, ne, hogy, hogy szerzitek ezeket a neveket, azt is megmondhatnám valaki Szava so, Keeper, szeretnék egy Seven Days Die sorozat ajánlani, mi? Sorozat ötletet ajánlani Minden nap jöjjön egy horda és legyen egy cél, mondjuk túlélő száz napot Hát de azt nem tudod megcsinálni, hogy minden nap jön horda, mert nem tudsz építkezni meg semmi Persze, felszólalom a kommentet. Igen. Jó, ja, az a Landed Legacy mód az tök jó, de egyébként most ugye ízre várjuk az 1.0-át, nem sokára kijön elvileg. Hetek vagy napok kérdése, hogy ki fog jönni az 1.0, tehát akkor 7 Days two, de az úgy be fog indulni, mint az állati, és azon nem volt ott a videó, vagy az a játékok között. Mert az most ki van véve, csak azokat akarom odarakni, amik ugye nagyon mennek. Ja, igen. Fú, az egy szörnyű volt, az a kínzás, az a játék, az is készítő gondolom így szándékosabb állította, mondjuk realisztikus, hogy öttel vegyünk a robikapával, de hogy az öreg anyánk ott tanizél, csacsok végig, az egy borzalom, az egy borzalom. Na, Garampál, szia papi, a kérdés, az a kérdés támadta fejembe, hogy LTS 2-ről is tervezel egy-két videót. Az a baj, hogyha elkezdek LTS 2-zni, akkor biztos vagyok benne, hogy az azért eléggé ilyen, mély videó, anna, vagy mély játék ahhoz képest, hogy nem tudik annak, mármint az nem tudsz úgy játszani, hogy leülsz, aztán játszasz egy 15 percet, azért valamennyire kell tervezni, meg úgy elég hosszúak is tudnak lenni az utak, meg ugye az tényleg, oda, oda kéne egy nagyon komoly sorozat, én úgy gondolom, nem, nem csak egy izé, nem csak egy ilyen két részes. <laughs> Olyan, tudom, mire gondolsz. Soma. Miért nem állítod az évszakokat egynaposra, és a nap végén, részvégén lefekszel aludni, és másnap reggel más évszak kezdődik? Ja, igen, Baradur írta, erről beszéltem is az egyik részben utána, hogy ezt mindenképp úgy akarom csinálni, hogy nem a játékba pörgetek meg semmi, hanem egyik, amikor megköveteli a játék, az, időpörgetést, akkor játékon kívül én belepörgetek az időbe, vagy a gameplayen kívül, hogy ne azt nézzétek, hogy kell fel a nap, meg nyugszik a nap, hanem hogyha például elvetettünk, akkor fogok addig pörgetni gameplayen kívül, ameddig tudunk munkát elvégezni, és úgy fogjuk kezdeni a következő videót, hogy ne tényleg, ne, a videóból vonja el azt az időt, és meg nem csak az időt, hanem a figyelmet is, hogy azzal tökörészünk, hogy pörgetjük. Aracsi, szia Keeper, annyira jól látni, hogy 9 évvel ezelőtti 7 a videódnál ismertelek meg, 12-13 éves koromban. 9 éve gyerekek, a srác akkor az ilyen 22 éves. És most random feldobott a Youtube újra és hatalmas örömmel tölt el, hogy azóta is ugyanolyan Beleélés, ugyanazzal a beleéléssel lendülettel csinálod a videókat, csak itt tovább. Remélem még sok-sok videó erejéig maradsz. Ú, hát köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Aztán, ja, basszus, csomóan egyébként írják ezt a izét, hogy így felnőttek mellettem. Ez nagyon durva, tényleg olyan öregnek képzel magam, mint az állat. V bumer vagyok, azt még mindig tolom a játékokat. Egyébként pont láttam egy ilyen mémet, hogy uh, sokan így a felsőkép, tudjátok, meg alsókép. kép és a, az alsó képen a izé van, a Django-ból a DiCaprio, amikor így tudod, tudjátok, egy vigyorog, és az első felső képen az van, hogy mindenki aggódik, hogy unatkozni fog majd nyugdíjas korába, és akkor az alsó képen tudjátok a, a DiCaprio, aztán van egy game a kezébe, és gémerek e közbe. <gül> <gül> hogy nem fognak unatkozni, a gémerek azok soha. Na, em, nem, mint hogy annyira idős, még csak egy jutott ez most. Meg akartam még valamit mondani, csak elfelejtettem most ezzel kapcsolatban. Ja, beleélés, meg íze lendület, néha egy kicsit talán sok is. Most megcsinál, megfogadtam azt, hogy nem iszok is kávét, mert szoktam kávét inni gameplay előtt, videózás előtt, hát akkor az olyan összeszedetlen, kaotikus szar lesz az egész, hogy azt nem tudom elmondani. Most egy kicsit így lassabb, azt lehet, hogy észreveszitek, hogy mikor nem hisz, most se ittam kávét, most így kicsit így nyugodtabban, összefüggőben tudok kommunikálni veletek. MGTS Zalai, Keeper... Ú, egyébként még most erről az MGTS Zalai a nevedről jutott eszembe, hogy még egy dolgot egyébként tök tervezek, hogy csinálok a csatornán, csak már nem akarom belefogni, hanem ha kifut majd a sorodat, azt akkor meg akarom csinálni. Van ez a, a flight simulator, tudjátok ami így az egész bolygó meg van csinálva, a legújabb nem tudom hányas, azt hiszem Microsoft cég csinálja, de ilyen nagyon részletes, lehet repülni bárhova. Egy csomó olyan van, feltöltve így ö, videó, hogy ugye Balatonkört mennek, meg Pest, meg minden, és akkor lehetne egy olyan ö, sorozatot, hogy leírod, hogy hol laksz, és én megnézem, hogy megnézem a játékba, és akkor elrepülünk oda, mert néztem egyébként, hogy a kisebb falvak is minden így meg van csinálva, és ez tök izgalmas lenne, hogy mondjuk Zalaegerszegel, meg Keszthelyen, meg Békéscsaba, meg Miskolc, meg Kisefalvak is, Sátúról jó új hely, meg mindent így megnézni, és akkor hogy jó, hát hogy pont körberepülni hogy a területet, és akkor így kíváncsi lennénk, hogy az ország melyik részéről így néznek emberek. Na, viszont visszatérek a kommentre. Kipör, ha leül tetted otthon azt a kutyát, akkor nem fogsz tőle agyfasz kapni. igen. <laughs> <laughs> Ezek pont neked való játék. Ja, nagyon. Bár. Norbert Novák. Mint a régi szép időkben. Diszkóba menni busszal este. Annál, amikor Balaton Club Bastilban jártam, minden szombat este kb. 4 órakor értem haza rá, másnap reggel 6-kor hívott apám, hogy menni kell fár a moszekba. Hát ne is mond, nekem is voltak ilyenek. Meg volt olyan, hogy Fater nagyon nagy poénja volt, egyébként azt nem tudom honnan vette, de azt nagyon szerette elsütni, amikor hazaértem a buliból, aztán így az hulla voltam, érted, és akkor így vetköztem, és akkor így benyitott, aztán, hé, gyerek, már öltözöl, Ilyenkor korán, megyünk a hegyre. Aztán emlékszem, volt egy olyan, amikor mentünk az erdőre, basszus, aztán ha olyan komó volt, azt se tudtam, merre vagyok, megittem két liter vizet, csak oda, úgyhogy, ja, csak itt tovább, köszi. Egyébként mi meg izébe jártunk, vonattal jártunk Bogacsóba, Pécsre, valaki Pécsi van, volt a bokacsó, meg szembe is volt vele egy diszkó, egy ilyen kisebb. De a Bocaccio az ilyen nagyon nagy volt, ilyen nem tudom, ilyen három vagy négy szintes volt. Volt, fú, rengeteg terem volt, volt ilyen rendes diszkóterem, volt ilyen retro, volt, mindig szóltak az ilyen Santa, Maria, meg az ilyen zenék. A, tudjátok, ilyen Neoton Familia, meg, meg ilyenek. A, meg volt ilyen techno terem, meg mindenféle. Bokacsóba jártunk, vonattal szoktunk elmenni, úgyhogy nem is tudom, de valami nagyon délután indult a vonat, máv, tudjátok, régi, nagyon régi kocsik, végig piáltuk az egészet, le P Pécsig, akkor nagy nehezen eltaláltuk a bogacsoba, ott be voltunk rúgva, akkor az Isten tudja a milyen vonatra, volt, tök jó volt, mert volt a Virág a haver, az tudta, hogy a hogy indulnak a vonatok, az vágta, mert az apja vasutas volt, aztán azzal tök jó volt, mert akkor ö, felszálltunk a vonatra, valamikor már föl tudtunk szállni, nem tudom, hogy csináltunk, de föl szoktunk szállni bőven. Tudta, hogy melyik indul, nem tudom, valahogy volt érzéke hozzá, én mindig féltem, komolyan rendesen félek a vonattól. Hogy oda beesek egyszer, aztán levágja a lábamot, tehát tudom, miért van bennem ez a fóbia. Na mindegy, felszoktunk szoktunk szállni, aztán ott szoktunk aludni már a vonaton, ö, és amíg induláskor csak így megébredtünk, hogy a ja, tök van, emlékszem arra. Fú, télen szörnyű volt. Úristen. Emlékszem, egyszer lementem még az akkori barátnőmmel, is. voltunk, vagy húsz évesek. Te Isten, mit kerestünk mi ott? És nem, csak ketten mentünk akkor. Nem emlékszem, hogy pont a vasutas srác egyszer meg izé. Mondta, hogy rossz, rossz vonatra, hogy ugyanúgy felszállt, nem benézte, aztán tök másfél elvitte basszus az Alföld fel, a vonat alig tudott hazajönni. Ja, meg ő egyébként ingyen utazott, mivel ugye családtag volt, ilyen mávos volt a csávó. Igen! Norvég! Papa, szerintem 7 days to die, sokan várjuk. Ó, de jó lenne ma, nem? Azt élném. Hol töltötted le a játék tölt verzióját, ő is kérdezi, én Neked is azt ajánlom, hogy ö, nem jó a tölt verzió. Ö, fel van szerintem az összes torrent oldalon, ami a létezik. Meg nem tudom, Skid Row Games, egy-két ilyen ö, Varez oldalon, de nincs olyan verzió, ami normálisan működjön, és ne kresseljen állandóan. Ilyen 3000 forint körül meg tudod venni ezen G2A, vagy pedig Enebán, de g 2 a ajánlom azt. Aztán ott szépen simán megveszed. Szem szóval a papi, de ezek után lesz szám igazán csodás gép, élvez ki minden percét. Ja, egyébként igen, bírom nagyon. Legyen efes. Első tesó, csak itt tovább kiítől. Szia, milyen fajta az új uh, Vidinyó kártya, kérdezi Erik. Uh, GTX 1080 egyébként, semmi extra, de végig is tök jó, a nyélem megy vele uh, olyan 50 50-60 FPS-sel a reddel is, meg a többi minden, most tök jó, nincs vele gond. Ilyen használtam, vettem egyébként, nem tudom mennyibe mennek most ilyen. 60-70-80, attól függ, hogy fogod ki. 10 az ilyen overkill kártya volt ugye a 10-es szériában, úgyhogy szarrá van, szarrá van. Turingolva úgymond, már mint az Nvidia, akkor ugye akart egyed villantani. A 1080 80 az egy nagyon jó kártya. Ö úgyhogy még mindig tök jó, ilyen izé szinten van, ilyen 30-60-as szinten még mindig van, és mégse azért több százezer forintba kerül. Viszont ugye benne nyersörül. Nem tudom, egy próbáltam, így egyik haverral beszéltünk arról, hogy Hát hogy a francban van ez 30-60 szinten, mert egyébként megnézed a FPS teszteket, meg minden, akkor kávé van a szinten van, talán még fölötte is egy picivel. Hát mondom úgy, hogy azt mondja a 1080 as hogy kis gazdám, adjál nekem még 100 wattot, aztán intézem. <laughs> elintézem az FPS-t. Tényleg egyébként ugye nagy, nem tudom, 170 wattos fogyasztása van a kártyának, úgyhogy igen, zabál rendesen megvelekszik, viszont tudja a dolgát. Igen, igen, itt is azt kérdezi a törd verzió, de az torrent oldalakon az összesen. Vannak teljesen nyíltak is, külföldiek, magyarok rengeteg. Ja, igen, a, viszont a izé az nem, a farming az nem tört. Ö, az most volt ingyenes a az izén az epic de ezt is megkapott a kolcsón. Ja, 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 igen, meg volt az FS, egyébként az FS22 az tök durva ö, ilyen, hogy mondjam, ilyen tipikus instant karma volt az FS22-vel kapcsolatban, mert ö, lakik itt a faluban egy srác, aki most vett egy laptopot részletre, és uh, FS22-vel szeretett volna játszani, nekem meg így megvolt eredetében, még ilyen 16 ezer forintért vettem, amikor be, kijött, dobozosba vettem meg, volt egy ilyen kuponom, fú, médiába, tudjátok, van ilyen, ilyen, ilyen ajándék kupon, aztán megvettem azt, meg megöltöm a Division 2-t, mert a Division 1-et szerettem, Division 2 azóta dobozban van, a... És akkor meg volt eredetiben, ugye ott, van, ott volt a kód, az tök jó, mert ott azt fel, tud, oda tudod adni másnak, nem úgy van, mint a steam dolognál, vagy az epic hanem a dobozosnál, ugye ott van a kód, amivel gyakorlatilag akár melyik gépen vagy, azzal hogy be, tudsz, be tudsz lépni, de ugye más gépen azzal akkor nem tudsz. Érted? Egy gépen tud, tudod ezt használni egyszerre, mert ugye a múlt is fog működni egy verzióval több gépen. Na, és akkor álmondom, rendes leszek odanom neki, oké, hogy 16 ezer volt, de odanom neki, mert... Áh miért ne, és hogy vele. Aztán Orattam neki, az egy, egy, hét múlva meg epiken ez a ingyenes a 22. Oh, what? Ez ilyen instant karma volt, tök durva volt. No, L, 89-25. Hát én 2008-ban születtem, de ez a sárvén ülés nekem is megvolt. Arra emlékszem, hogy 7 éves voltam, és 82-es MTZ-vel tárcsáztam. Az igen. Akkor még annyira kicsi voltam, hogy nem bírtam kézzel berakni sebességet, ezért lábbal kellett rá segítenem. Azért nagyon hálás vagyok apukámnak, hogy mindig volt lehető, ha, amikor volt lehetőség bit magával traktorozni. Most már vannak keresebb modern gépek, de számomra az MTZ időszak volt, a vérbeli paraszt időszak. Igen, nagyon, nagyon durva volt. Hát meg még mindig mennek azok a gépek, meg nem is tudom. Pont erről vitatkoztam egy... Nem, kizébe videóban mondtam, hogy ezek a régi gépek azért tök durva, hogy még mindig mennek, ilyen 50-60 éves gépek, és a, az, az, új gépek azok szerintem nem fognak 50-60 évig fennmaradni, ezek a műanyag tele elektronikával kotlák, mert oké, okay, jók, erősek, nagyon hatékonyak, viszont, viszont szerintem iszonyat, minél bonyolultabb, valami annál több a hiba lehetőség, ugye természetesen, ugyanúgy, mint most egy, ha megnézed ezeket a régi prémium BMW-ket, meg Merciket, meg Audikat, amik a tényleg a Max Premiumok, -ok, tehát ilyen A8-asok és az ilyen 25 évesek, azokat így konkrétan, meg automaták, meg tele van elektronikával, olyan olcsón megkapod, hogy ilyen 500-600ért kapsz egy ilyen A8-as A8-as A8 Audit, vagy pedig egy 7-es BMW-t akár. Uh, viszont ugye annyi hibat lehetőség és annyi hiba jön ki már azokon a 25 éves uh, német prémiumokon, hogy a gatyádat ráfizeted, mivel sajnos a fenntartási költsége az még mindig ugyanannyi, mert ugyan az alkatrészeket, azokat meg kell venned mondjuk a bárdiba, hogyha féktárcsát kell venni rá, vagy pedig a váltó elszarja magát. Pont egy ismerősömnek volt egy a 8 audi az is uh... Ilyen 25 éves, tudjátok, azok nagy lapos tepsik. Aztán Megvette, az is tök olcsó, nem tudom, talán 800 ér. De szép patika, meg minden volt, ugye automata. Egyszer csak rám ír, hogy... Te figyelj, nem tudná, nem értesz a az... A 8-as az automata váltójához? Hát mondom, tesó, az nem ám úgy van, hogy az udvaron így... Nekiállom, aztán szétdöntöm. Aztán, durva volt, mert így... Csomó embert keresett, hogy ki az, aki nekiáll. Ugye? Hát neki álltak volna, ugye például, nem tudom, komolyabb helyek, nyilván csak, ott milliók ugranak, szó szerint milliók, de ilyen, akár kettő-három millió is csak azért, hogy a váltót ott neki állnak, ott megcsinálják neked, meg esetleg kell egy új, akkor olyan árak vannak, hogy az őrület. Ugye vái Pistai nagyon jól megfogalmazta, hogy ha veszelte egy 30 éves német prémiumot, mondjuk 500ért, akkor attól még te egy 30 milliós autónak a szervizköltségét ö, fogod megvenni vele, nem egy 600 forintos autónak a szervizköltségét. És ez nagyon igaz, és ez a traktorokra is igaz, és szerintem el fognak érni ebben ebbe az időszakban, főleg amikor már ilyen 40-50 lesznek, akkor nem tudom, hogy meg fogja érni már ugye szervizelni őket, nem úgy, mint egy mtz amit otthon, aki tényleg az udvarba széthúzol, érted, aztán mindent megcsinálsz rajta, akár még magad is, mivel az elektronika része az hát nem ennyire bonyolult, mint egy új New holland például. Kombinátor volt, igen, na ezt a kifejezést már használ, hallottam. A, az, ahogy mondtad, hogy... <gül> <gül> Mi ez? Hát nem tudom, mit, mit mondtad, nem tudom, mit akar mondani. Lehetne sűrűbben ez a rész. Ja, egyébként a... Jó, ja, száz év farmingban az elég jól megy, meg elég jól nézitek, viszont nem akarom sűrűbben, mert egyébként tényleg minden nap legyen, nem tudom, úgyis minden második, harmadik napban. Szerintem ez tök jól megy így. Malasztalasz. Készül fel, hogy egy hónap után is itt fogsz ülni, mert olyan hosszú a játék. Jó tanács, hogy figyelj oda, hogy az életed tele legyen, és Egyél rendesen, mert annak mértékében megy vissza az életed. Jaj, és ha nem figyelsz, akkor szarál előnek, piktak. Hát azt meg is tapasztaltam. Ezt majd fészked? <laughs> user g -E 3 zu 4 D5V írta. <laughs> Philip kiavította, hogy fészkel. <laughs> Egyébként User az tud többet, mert régen volt egy olyan videóm, amikor. Hát igen, ő tudja, ő tudja. <laughs> Olá Dávid, amiről beszéltél, egy hengeres traktor, az talán Lance Bulldog lehetett. Hát, nem tudom, komolyan mondom. Majd nekiállok keresgélni róla, uh, róla. róla valami képeket, de nem az. Egyébként nem hiszem az, mert utána ránéztem, ahogy írtad ezt a kommentet, hogy Lance Bulldog, de szerintem nem az. Igen, nem szoktak kultiválni, régen, szerintem nem szoktak. Told végig. Egyébként nagyon kevesen nézők, viszont vannak olyan ö, nézők, akik meg ö, szeretik ezt a renderőt. Úgyhogy nem fogom egyébként amúgy abba hagyni, mert akkor meg gameplay kívül tolnám. Hát ugye mondjuk úgy, hogy a csatorna statisztikájában nem túl jól mutat ilyen 500-as ezen a videón sorozaton. Ö, szóval... De nem számít, találni fogom neki. Jó van, gyere... Várjátok ezekre a volgosokra, megígértem, hogy mindenképp válaszolok. Vazze, Farming Simulator, meg Red r 2 alá is írtam kommentet, úgy elmagyaráztad az időt a gép építése, hogy nem olvastad el, pedig ott volt a kommenten a kur... <laughs> jaj, bazze, de akkor most hogyan kereselek meg? <laughs> akkor írtad volna ide, jaj, ne úgy. Várj, megkeressük a K betűset, basszus, el fogom felejteni, kettővel följön megyek már. Várjál, Bence, szia Keeper, én nagyon szeretem az alsó szerettem. Szerintem nagyon jó lenne FS22 alsó újlag, nem olyan rossz az a map, én is játszok rajta. Ah, hát nekem... Ah, nem sok lájkot kapott. Aranyos. De egyébként, ja, nem olyan rossz az a map, de annyira nem. Úristen, mondom Spin Tires, 199. rész. Ezt erről beszéltem. Spin Tires, az ment, ebből szerintem csináltam ilyen 500 rész. Sikerülni fog valaki írta. Szerintem 7 Days to Die kívásnak az jó lenne, ha olyan várót építeni, amely a közelharci védelemre a legalkalmasabb. És ameddig lehet ezt a közelharci eszközökkel védenéd. Egyébként én is mindenképp arra gondoltam, Gagarin, hogy nem akarok beásni a földbe, most már tényleg ne az legyen, hogy mindig ugyanazt a stratégiát követjük el. Nektek Robi Szádert fel egy volt. Honnan tudod? <laughs> Amma a cső volt, ami ráfogta a motort. What? Ja, igen, a cső volt, rájöttem, basszus. Az üzemanyag cső uh, fogta rá a motort, a basszus, a, izére, a, a nem azért nem tudtam kivenni. Mikor lesz a következő? Ha E volt is már azóta. Nézzük, hogy nincs, nem jött. Több Komment, és a is srácnak meg kell nézni a kommentjét. Jó, itt van, ő van, az. Hadi Keeper kultivátorról azért nem találkoztam, mert tényleg ritkán használtak a mai napig. Jól mondott szántás után tárcsázás, majd borona és simítózás. Mikor azt látom, hogy szántás után a kombinátort húzgálják, hamar megfogjuk a vérnyomáson, és köszönöm, hogy ezt tisztáztad. Ha tényleg autentikus akarsz lenni, akkor szántás után tárcsa vagy borona, igazából ebben a sorrendben kellene. Amúgy ö, százúzást kukoricának akkor is szoktunk, ha kombánynyal van aradva. De olyan is hallottam, hogy a nap a forgót Amúgy FS22-ben már van rá lehetőség. Hmm, hakmizás. egy egyengetés. Bokhátak, borázdák eltüntetése. Szerintem ő volt az. Úgyhogy akkor szerencsére megtaláltuk a kommentjét. Lehet, hogy erre gondolt. Aztán szerintem. hop ö... hop hop azt, miért van GPS-t az érlő. Igen, egyébként, ja, ez tök jó, ez, ez jó ez a komment. Kipör, idővel te is érezni fogod, hogy a technológia fejlődésével hogyan távolik ez az ember a természettől. És azért is nem akarom egyébként ezt a sorozatot így elkapkodni, hogy uh, volt, aki javasolta, hogy öt évente legyen rész, hanem így teljesen tényleg menjünk végig. És így uh, nem az van, hogy így nagyon gyorsan végigfutunk, és uh, nagyon gyorsan fejlődünk, hanem így van idő, hogy így Megtapasztaljuk tényleg azt a nagyon régi világot, és euh, tényleg bele tudjuk élni magunkat abba a korszakba. Ne az legyen, hogy azt várjuk, hogy na mindjárt 5 év múlva, meg 10 év múlva, és következő rész után, miből meg már 15 év múlva leszünk, hanem ezzel kell boldogulnunk. És ez nekem azért is tetszik, hogy megvan így ködve a kezem, hogy milyen gépeket veszek, hogy tényleg a farming szimulátor sorozatok, azok mindig arról szóltak, mindig arról szólnak, mindenkinél arról szólnak, hogy minél gyorsabban vegyünk valami gépet, amelyik nagyon erős, meg nagyon gyors. A... De ezt lehet arra is, mármint azt is gyors és erős gépnek mondhatom, mondjuk egy MTZ-t. Mert soha nem csinálod azt, hogy lassan fejlődsz, hanem mindig megpróbál, mondjuk, hogy van 12 ezred, és ah, van itt egy modolt gép, amelyiknek ilyen jó alacsonyra állította a hülye modell az állát, ezerbe kerül, akkor vegyünk belőle a hármat, nyomunk egy hát, aztán már szántanak, meg vetnek, meg nagy területek, összeszántást csináljuk, fú, minél hamarabb, minél több pénz, nagy gépek utána, minél nagyobb kombány, hú, ennek mekkora vágóasztala van, csak 7 méter, melyik, nézzünk valami modot, amelyiknek 8 méteres, meg 10 méteres, meg 10 akárhány méteres vágóasztala van, és ezt, ezt csinálod, és akaratlanul is ezt csinálod, nyilván ezt fogod csinálni, mert akarsz hatékonyan dolgozni, viszont pont ennek köszönhetően, hogy a nem vehet. Szó szóval szerint nem vehetsz nagyobb gépet, meg nem vehetsz erősebb gépet, azért, mert még nem fejlesztetted ki, így tök jó megvan ködve és ad az egésznek egy ilyen folyamatot. Ez nekem nagyon tetszik. És igen, így, is, így még jobban érzékelni fogjuk, és azért is vittem bele azt a dolgot, hogy legyen az, hogy minden rész elején legyen egy kis kitekintés a világba, hogy abban az évben mi történtek a földön, mi történtek a társadalomba, globálisan és magyar szinten is, hogy még jobban kontextusba tudjunk kerülni, hogy éppen hol járunk a történelemben. Mert ne csak azt nézzük, hogy egy kicsit valóban vagyunk, és akkor fejlődik a mezőgazdaság, hanem tudjuk, hogy éppen mi történik, hogy majd háborúk jönnek, hogy majd felosztik a Szovjetunió, rendszerváltás lesz, emiatt ugye még több nyugati gép így be fog áramlania, belépünk az Unióba, akkor megkapjuk a nagy támogatásokat, és akkor még több ö, nyugati gépet ugye tudunk venni, meg egyre inkább fejlődik a technológia. Na jó, van srácok, ö, szerintem ennyi volt ez a videó, mert így is volt hosszú, hogyha ez alá a videó alá írtok, akkor mindenképpen ugye ö, a kommentetek a következő ilyen vlog és komment reagáló videóba, és azt még mindenképp légy meg, hogy a SnowRunner sorozat az menjene vagy ne. Köszönöm szépen a figyelmet! Jók legyetek! Sziasztok!